Mi van még? A magzati fejlődés az utolsó téma, ami a mai műsorunkba belefér. Az alapvető evolucionista feltételezés, vagy érv úgy hangzik, hogy az egyetfejlődés, vagyis a magzatnak az élete az anyamében, az letükrözi az evolúciót. Nem tudom, hogy hallottak-e erről az elképzelésről, elég népszerű gondolatról van szó. Darwin saját maga ezt a legfőbb bizonyítékának tekintette, de ő nem volt szakembere ennek, és egy Ernst Haeckel nevű német tudósnak a munkájára támaszkodott, aki lerajzolt sok embrió hasonlóságot. Ezek a rajzok azonban eltorzítva mutatják be a magzatokat. Már annak idején Haeckelt ugye bírálták és elítélték ezért, és a hasonlóságokat nagyobbnak tüntette fel, mint amilyenek azok valójában. Nézzük meg, így néztek ki Haeckelnek a rajzai. Ugye itt függőleges oszlopokban látjuk különböző fajoknak a fejlődését feltüntetve, egy hal, egy kétéltű, egy hüllő, egy madár és négy emlős fajnak a képét az állítólagos kezdeti állapotuktól egy középső fázison belül egy meglehetősen kifejlett magzati formáig. De ez a rajz torz, és nem ábrázolja azt a legkezdetibb fázist, vagy fázisokat, amikor a magzatoknak a fejlődési útja és a formájuk kifejezetten eltérő. Tehát a darwinista állítás így hangzik. A gerinces fajok magzati fejlődésük kezdeti szakaszában a leghasonlóbbak, és csak később, fejlődésük későbbi fázisában térnek el feltűnően egymástól. Ez nem igaz. A valóságban az embriók nem a legkorábbi fázisokban a legegyformábbak, tehát ellentmond a valóság a darwinista feltételezésnek. Nézzük meg ezt az ábrát. Ez mutatja, hogy a legkezdetibb formától, ugye, ami a legfelső szint, hogyan alakulnak az egyes osztályoknak a embrionális formái. És azt látjuk, hogy teljesen másféle fázisokon és formákon, fejlődési típusokon mennek keresztül, és még az a fázis is, amit Haeckel első fázisában látunk, amit legalul van, valójában nagyon eltérő embriókat ábrázol. Ez egy következő ábra. Nézzük meg, hogy amit Haeckel első fázisnak mutatott, és próbált nagyon hasonlóra rajzolni, hogyha a valóságot nézzük, hogy valójában hogy néznek ki a magzatok abban a korukban, akkor látjuk, hogy ott is jelentősen különbözik a formájuk. Tehát a tudósok már 100 éve tudják, hogy a gerincesek embriói nem hasonlítanak annyira, ahogy azt Haeckel ábrázolta, egy embriológus ezt mondja. Úgy tűnik kiderült, hogy ez a biológia tudományának egyik leghíresebb hamisítványa. A valóságot ez az ábra tükrözi, ugye a magzati fejlődésnek a kezdeti stádiuma van itt fölül, ezen a homokóra-szerű ábrán, ott eltérőek egymástól a fajoknak a formái, aztán egy középső fázisban hasonlóbbá válnak egymáshoz, nem annyira, mint Haeckel gondolta vagy mutatta, de hasonlóbbak, és aztán megint differenciálódnak. De ez a kép már egyáltalán nem hasonlít ahhoz, vagy nem támasztja alá azt az evolúcionista feltételezést, hogy a korábbi stádiumok a magzati létben azok jobban hasonlítanak, mert valamiféle közös leszármazást sugallnának. Meg kellene döbbennünk, mondja Gould, egy evolúcionista tudós, sőt szégyenkeznünk kellene, amiatt az évszázados esztelen gyakorlat miatt, ami oda vezetett, hogy ezek a rajzok továbbra is nagy számban, sőt szinte kizárólagosan elárasztják a modern tankönyveket. Az őszinte evolúcionisták már szégyellik magukat emiatt. Ennek ellenére a tankönyvekben és a médiában még mindig tovább él ez az érvénytelen állítás, újra és újra találkozunk ezekkel az ábrákkal, rajzokkal, leírásokkal. Legyünk velük óvatosak, tudjuk, hogy ez nem a teljes kép, és nem bizonyító erejű. Mi a tanulságunk ebből a példából?
Az evolucionisták a saját elfogultságuk alapján szemlélik és láttatják a valóságot, és néha eltorzítva mutatják be a biológia tényeit, hogy úgy tűnjön, mintha azok meggyőzően alátámasztanák a koncepciójukat, magyarul egy kicsit megvezetik az embereket. A mai műsorunk végkövetkeztetése, hogy az evolúció elméletnek nincsenek meggyőző erejű bizonyítékai. Ez az utolsó példa, amit láttunk, az embriók épp úgy nem bizonyítanak semmit, megint csak sok hűhó, semmiért. Az evolúció elmélethez csupán azért ragaszkodnak az ezt pártolók, mert megszokták, és azért, mert világnézeti szempontból ragaszkodnak hozzá. Ugye kétféle ember van, aki ragaszkodik az evolúcionista elképzeléshez, vannak ateisták, akik azért ragaszkodnak hozzá, mert nincs más esélyük. De hogyha nincs evolúció, akkor van Isten, akkor kell lennie egy felsőbb értelemnek, ami létrehozta a fajokat. Ezért nekik a felfogásukból adódó kényszerűség, hogy foggal körömmel kell próbálniuk ragaszkodni az evolucionizmushoz. És aztán vannak olyanok, akik egyszerre hisznek egy felsőbb értelemben, Istenben és az evolúcióban, és azt feltételezik, hogy Isten módszere az evolúció volt. De hogyha az evolúciónak valójában nincsenek bizonyítékai, hogyha igazán a kinyilatkoztatott írások bármely kultúrában nem beszélnek evolúcióról, akkor semmi nem kényszerít rá minket, hogy az evolúciót beépítsük a világképünkbe. Még egy következtetés. A darwinizmus ezek szerint csupán egy igazolatlan filozófia, nem tudomány vagy nem tény, hanem csak egy filozófia, egy hitrendszer. De ennek a hitrendszernek, különösen az ateista változatának hátrányos következményei vannak. Melyek ezek a hátrányos következmények? Ha azt gondoljuk, hogy csak állatok vagyunk, akkor állatként fogunk viselkedni. Ugye? Akkor fokozatosan hanyatlik az erkölcs, a morál, az életnek nem lesz magasabb rendű célja, kihasználjuk a környezetünket, kihasználjuk egymást, és ez egy nagyon céltalan, értelmetlen életet eredményez, aminek sok-sok negatív következményét látjuk napjainkban. Ellenben az élővilág tervezettsége felettébb valószínű, és ennek a felfogásnak a következményei felemelőek. Ezek szerint az életnek van egy intelligens forrása, egy magasabb rendű eredete, ami azt jelenti, hogy van egy magasabb rendű célja is a létünknek. Nem csupán az állati funkciók betöltése, vagy hogy töltsük el valahogy, érezzük jól magunkat az élet során, mert aztán úgyis mindenek vége. Nem erről van szó, hanem az emberi létnek különösen egy magasabb rendű küldetése van, és az életünk arra való, hogy kutassunk ez iránt, a magasabb rendű küldetés iránt, próbáljuk megérteni, és életünket így lelki irányba, spirituális irányba fordítva beteljesítsük az emberi élet végső célját. Hogyha felkeltette ez a téma az érdeklődésüket, akkor felhívom a figyelmüket a Búcsú Darwintól című magazinra, ami nemrégen jelent meg. Volt szerencsém ebbe több cikket is írni, illetve szerkeszteni ezt a magazint. Hogyha érdekli önöket, akkor írnak egy e-mailt a vtk@kutatóközpont.hu címre, akkor szívesen adunk róla bővebb információt. Mit tartalmaz a magazin? 20 cikket, 52 oldalon, sok-sok illusztrációval, ember az evolúciós példák leleplezésén túl, egy felsőbb értelem újlanyomatairól olvashatunk, a védikus teremtés leírásról, és a témával kapcsolatban felvetődő társadalmi kérdésekről, mint hogy például mit oktassunk az iskolákban. Mai alkalommal egy cikket volt alkalmam bemutatni, Pukkannak a léggömbök címmel. Láttuk, hogy a darwinizmusnak a bizonyítékai bizony nagyon gyengék, nagyon gyenge lábakon állnak, tulajdonképpen semmit nem támasztanak alá a valóságban. Hogyha a téma érdekli önöket, akkor szeretettel látjuk önöket a honlapunkon is, az alábbi címen, a www.kutatóközpont.hu. Nagyon szépen köszönöm,
hogy velem tartottak ma este ebben a lufi, duroktatós, Darwin cáfolós előadásban. Remélem, hogy találtak benne a maguk számára is elgondolkodtatót. Minden jót kívánok!